Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 15-éig. Itt látható ez a koporsó. Az jelentheti azt, hogy te most valamit lezársz az életedben, miután ez sikerült, lesz előrehaladás, mozgás, előre mennek az események. Ez szerencsét hoz, hiszen megjelenik itt a közelben ez a négy levelű lóhere. Itt is látható a mozgás, hiszen elhagyod az egyik partot, van egy új irány, és szeretnél elérkezni az új partra, ami még nem látható. Lehet, hogy ez kicsit elbizonytalanít téged. Amit a koporsó és ez a lovas férfi még jelenthet, hogy valaki visszatér a múltból, lesz itt egy hír, jelentkezik újra nálad. Jelenleg van egy visszafele haladó Merkur mozgás, ez is utal gyakran a múltra, hogy valaki gondol rád, vagy jelentkezik a múltból, hiszen a visszatekintésnél gyakran a múltról van szó. Itt a nap a feje tetejére állt, és ez azt jelenti, hogy te szeretnél ugyan tisztázni valamit, vagy látni akarod tisztán a dolgokat, hogy hova vezet téged most ez az út, vagy mit akar ez a férfi tőled, de mivel a nap így a feje tetejére áll, nehéz most tisztán látni a dolgokat, nehéz most vele tisztázni valamit. Ez a találkozás ugyan szerencsét hoz, hiszen a csillagok is szerencsét jelentenek, de mégis van nála ez a hideg, rideg tartás, hiszen ő nem beszél a problémáiról. Itt látható ez az uralkodó, és itt ennél a kirakásnál ez az uralkodó azt jelenti, hogy valaki megpróbál uralkodni felette, parancsolgat neki, emiatt vannak nála problémák, de nem beszél erről, hiszen a nap itt másképp látható, fejére állnak a dolgok, nem beszél nyíltan ezekről a problémákról. Holott te a kezedben tartod ezt a kartot, amivel elvágsz valamit, lezársz valamit, ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok is, amit ez a kart még jelent, hogy te döntéseket szeretnél hozni, te szeretnél vele beszélni és tisztázni valamit. De mivel itt megjelenik ez a hegy, az ő problémái, és nem akarja, hogy te átláss a dolgokon, nem is tudod, hova vezet ez az út, így maradnak még ezek a bizonytalanságok, ami azt jelenti számodra, hogy légy még kicsit türelmes vele. Itt ez a kártya szintén a feje tetejére állt a kirakásnál, ami azt jelenti, hogy eddig ő visszahúzódó volt. Nem beszélt a dolgairól, az is lehet, hogy nem is jelentkezett nálad, de ez az időszak most elmúlik, és itt előre mennek a dolgok, hiszen ő elbúcsúzik itt a könnyek mezejétől. Ő lezár bizonyos dolgokat, ami eddig fájt neki. Közeledik hozzád, itt is látható, hogy felét tekint, itt lesz újra kapcsolat, de neki vannak elvárásai, hogy megkapja tőled az elismerést, vagy az értékeket. Itt látható az is, hogy a kezébe veszi ezt az arany érmét, itt is a kezében van,
odafigyel az anyagiakra és a munkájára, itt keres egy lehetőséget, egy munkahelyi változást, de ez a kártya is fordítva van most a kirakásnál, így jelentheti azt, hogy nincsenek lehetőségei jelenleg a munkán valamit változtatni, vagy nem beszél ezekről a problémákról, az anyagiakról, a munkáról, a változásokról. Azt sem mondja el neked, hogy valaki uralkodik felette, parancsolgat neki. Ő keresi a harmóniát, a békét nálad. Itt látható, hogy itt van ez a férfi a közeledben. Te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, tehát az érzelmek felett, ő pedig megjelenik, mint egy király, uralkodik a levegő eleme felett. Kicsit olyan hideg a tartása, de ami fontos számára, hogy beszéljen veled, hiszen ez a kard, vagy a levegő eleme gyakran utal a kommunikációra. De ő nem a problémákról akar beszélni, nem a célokról akar beszélni, nem a változásokról akar beszélni, hanem az érzelmekről. Hiszen te vagy itt a királynő az ő szemében, és a víz eleme utal az érzelmekre, és itt látható, mennyire fontos nála ez a harmónia, és mennyire fontos, hogy megbecsüld őt, mert értékes vagy számára, hogy megkapja ezt az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!